A Csóri Sándor Társaság a Szent István Művelődési Házban köszöntötte Koch Imre költőt 70. születésnapján. Az est különlegessége volt, hogy a veretes fehérvári literatúra kulcsszereplői Cserta Gábor megzenésített verssel, míg a társaság elnöke Bakonyi István, illetve Kajzer László, Gál Csaba, Szegedi Kovács György, Péntek Imre és Pálfalvi András egy-egy veretes gondolatsorral készültek a bensőséges hangulatú találkozóra. Néhány hónapra ezelőtt beszélgettem Koch Imrével, persze a kapcsolat az elég régi közöttünk, hiszen mint költőt, meg barátot is említhetem, és akkor derült ki, amire nem figyeltünk eléggé, hogy bizony október 4-én betölti a 70. életévét, és akkor találtuk ki ezt a mai programot, hogy költőtársai, barátai köztük, például a Kajzer László, az egyik könyvkiadója, a Hungarovox, amúgy kiváló költő és író is vállalták azt a szereplést, ami azt jelenti, hogy itt most köszöntjük egy irodalmi zenés esten a költőt. Koch Imrének korábban 3 könyve jelent meg, a Nap sárga arca, a Rendezett álom és az Isten állarcos bája címmel. Versei tömör, mély, filozófiai tartalmat hordoznak, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg az általa magas szinten művelt borászatról sem, ami teljessé teszi mindennapjait. Meglepett a Bakony Istvánnal beszélgettünk, és hát úgy véletlenül kiderült, hogy 70-kedni fogok rövidesen, és akkor ő elindított ezt a szervezést. Hát kicsit szokatlan ez a dolog számomra. Egy ismert színész mondta, hogy nem szoktam 70 éves lenni, de hát ehhez az ember annyira nincs hozzászokva. Kajzer László, aki a Hungarovox kiadó gazdájaként és irodalmárként is veretes jelen és jövőképpel bír, megerősítette, kiforrott, érett lírikust ismert meg Koch Imre személyében. Nagyon jó költő Koch Imre, 19-ben ismertem meg Bakonyi István közvetítésével, beletekintettem a kéziratba, és éreztem, hogy meg kell jelentetni ezt a kötetet. Most ami a kötetre jellemző, én emmekkel szoktam össze, metafizika, meditáció, mikro és makrovilág, és ezt próbálja valahogy felmutatni a maga szűrőjén keresztül, egy kiforrott érett költészet ez. A hangulatos esten ismét bizonyságot nyert a költészet, a vers, a lélek esszenciája. Ezen az estén ismét bebizonyosodott Somjó György költő igazsága. A múzsa kint áll előttünk az utcán, engedjük be házunkba, és ne csak ezen a napon, az év mindegyik napján.